Pezsgő mellett köszöntötték az 50. Wanger Show előadást a Kosztolányi Dezső Színházban. Béres Márta szólóelőadása egy vajdasági színésznő életének mozaik képeit fűzi egész estés történetté. Urbán András a darab rendezője kiemelte, az előadás néha félreérték, hiszen attól függetlenül, hogy megtalálhatók benne az önéletrajzi ihletésű elemek, a darab nem feltétlenül ezekre épül. Itt összefonódik nyilván az önéletrajz, tehát azok az emlékek, amik a valóságban megtörténtek, azok az emlékek, amiket a rendező, illetve épp ez a találkozás szül meg. De szerintem nem is lényeg, tehát nem is lényeg arról beszélni, hogy mi belőle az igaz, és mi nem. Mivel az a pillanat a fontos, amikor a Béres Márta megáll a színpadon, és találkozik azzal a közönség, akit őt nézi. Ugye ez a színház. A közönség pedig ünnepelni jött. Volt, aki már látta az előadást, és volt, aki most nézte először. Azt hiszem, hogy ennek az előadásnak, ennek köszönhetően sikerült túltenni magam valami alaphiúsági kérdésen, hogy tetszek-e vagy nem. A Magyar Nemzeti Tanács tájolási programjának is köszönhető, hogy az előadást 50-szer játszották, hiszen nagy részt külső helyszíneken mutatták be. A darabot a szakma is jól fogadta, számos fesztiválra is elvitték, Belgrádban és Cetinjén pedig szerbül játszották.